Köszöntöm Önöket, Balzsai Károly vagyok. Mai adásomban Ludas polgármester asszonyával, Vargáné Csengeri Mónikával beszélgetünk. Én azt vettem észre, hogy a női polgármesterek minden részletre figyelnek, óriási lendület van bennük, és nagyon büszkék, hogyha valami elkészül. Köszönöm szépen ezt a dicséretet először is. Én is köszöntök mindenkit. Én bízom benne, hogy valóban így van. 2014-ben ért engem az a megtiszteltetés, hogy a település polgármesterévé választottak. Ez egy hatalmas lendületet adott, óriási megtiszteltetést, és nagyon sok feladat volt előttem, amivel szerettem volna bizonyítani azt, hogy igen, egy női politikus, egy családanyaként dolgozó politikus is megállja a helyét egy településvezetőként a politikában, mert ez valóban nem egyszerű kérdés. Úgyhogy én 14-ben megkezdtem ezt a munkát. Vannak nyilván olyan feladatok, amikre számít az ember, egy váltás után vannak olyan adhok jellegűek, amik csak így bezuhannak, illetve hát olyan nem várt feladatok, amiből azért nehezebb felállni. Én úgy gondolom, hogy egy nagy fejlesztési hullámot mondhatunk magunk mögött. Most már ugye a 10. évet tapossuk, és a legfőbb dolog talán az volt, hogy az egész település arculatát úgy érzem, hogy sikerült megváltoztatni. Hiszen 10 évvel ezelőtt a polgármester hivatal épülete, az óvoda épülete, ez az épület, ahol most egy nagyon szép könyvtárt tudhatunk magunkénak, mind romos volt, ezek a régi több évtizede állagában megromlott épületek, és éreztük, hogy ha azt szeretnénk, hogy itt maradjanak a fiatalok, itt maradjanak a családok, akkor itt valamit tennünk kell. Úgyhogy az első intézkedéseink azok voltak, hogy ezeket az épületeket egy kicsit úgymond felújítani, illetve energetikailag is megteremteni azokat a lehetőségeket, amivel a rezsiszámlák csökkenni tudnak, hiszen egy költségvetésben a legnagyobb százalékát a kiadásoknak a rezsi, fűtés, villanygáz költségek teszik ki. És akkor az első volt az, hogy napelemek kerültek az épületek tetejére, de a kazán modern felújított fűtésrendszer, tehát új kazánok, hőszigetelt ablakok, nyilázárók kerültek, akkor az elektromos rendszert is teljesen megújítottuk, és hát így megkezdődött az a fejlődés, amit szeretnénk folyamatosan ezután is a jövőben még folytatni. A baritmusban lépegettek előre, amiben szerettek volna, mert ugye kétféle fejlesztés van. Van, ami égető, és tényleg meg kell csinálni, illetve van, ahogy elmondta, a saját ízlésére, illetve a saját arculatára akarta formálni a települést. Vagy akkor ezt ilyen vegyesen kellett csinálni? Hát igen, részben igaz, hogy vegyesen kellett csinálni. Tehát, mint mondtam, itt a rezsi kérdés megoldása volt a legégetőbb, illetve az, hogy szépek legyenek az épületeink. Aztán így abból kiindulva, hogy én is egy nő vagyok, egy anya vagyok, számomra a család, a gyerekek nagyon-nagyon fontosak. És ugye azt el kell mondani, hogy például az óvodánkban 8 gyermek járt, bezárás közeli állapotban volt, az iskola 14 éve be volt zárva, és hát ez azért nagyon fájt mindenkinek, hiszen azt mondják, hogy ahol nincs iskola és a templom, ott nincs élet, és ez valóban így van. És mi akkor megkezdtük egy kicsit felrázni ezt a közösségi életet, a családokat próbáltuk egy kicsit bevonzani, hogy költözzenek ide, szülessenek a gyerekek, és egyszer csak azt vettük észre pár év távlatában, és nyilván így a felújításoknak, pályázatoknak köszönhetve, hogy épültünk, szépültünk, hogy a 40 gyereknél tartottunk, és jaj, kicsike az óvodák, és most már vannak gyerekeink, de van egy 60 négyzetméteres pici kis csoportszoba, hát így meg lehetetlen tovább dolgozni. Na, akkor elkezdtük bővíteni az óvodát. Azóta az óvodánk bővült egy nagyon szép modern tornaszobával, illetve most a legújabb fejlesztés, hogy egy új óvodai csoportszoba épült, fejlesztő helységekkel, orvosi szobával, tanári szobákkal, megújult, gyönyörű, szép akadálymentes vizes blokkok kerültek kialakításra. És hát az is egy hiányosság volt, hogy játszótere sem volt a falunak, sem kint, sem bent. És mára elmondhatjuk, hogy az óvoda udvarán egy gyönyörű, szép, többfunkciós rekordtámpálya üzemel, illetve 2 játszótér, egy a kis ovisoknak, annak a korcsoportnak az udvaron, egy pedig a közterületen a hivatal mellett, és még egy kültéri fitness park, amit már nagyok, felnőttek, idősek, bárki egyaránt használhat.
Úgyhogy ez volt az első lépés, és visszanyitottuk az iskolát számomra. Ez egy akkora mérföldkő az én életemben, hogy megteremthettük újra azt, hogy megtölthettük élettel azt a kis iskolát. Itt is megtörténtek a szükséges felújítások, akadálymentesítés fölén teljes megújítása, napelemek kerültek ide, és végre betölthettük élettel. És azt el kell mondani, hogy nyilván most még ide kevés gyerek jár, hiszen felmenő rendszerben kerülnek oda a gyerekek. Nekünk a szomszéd település Detka felső tagozat. Hát nyilván, aki ott megkezdte a tanulmányait, azt nem hozzuk vissza, de az óvodásaink, ahogy jönnek az óvodából, ballagnak, azért igyekszünk, hogy itt folytassák a tanulmányokat. Az óvodánk is a szomszéd település körében is nagyon-nagyon népszerű. Hát én bízom abban, hogy ez az oktatás színvonalát és minőségét mutatja, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülünk. És hát a következő lépés, ahogy mutattam is, hát ez az épület egy rom volt tulajdonképpen, ahol most ülünk. Nem volt közösségi ház, igaz, közösségi élet sem volt, és nekünk sikerült, óriási sikerélmény, sikerült egy olyan közösségi életet kialakítani, hogy most már ebben a felújított könyvtár épületben heti két alkalommal rendezvény van, családi napot tartottunk, az kint volt a szabadtéren, idősek, fiatalok, babák, mindenki részt vett rajta. Ez nagyon-nagyon fontos, mert ettől él a falu, és így igyekszünk a generációkat egy picit összehúzni, egymáshoz közelíteni, osszák meg a tapasztalataikat, beszélgessenek, lépjenek fel a gyermekeink, hiszen hívhatok én bármilyen fellépőt egy rendezvényre. Azt gondolom, hogy a szülőknek, a nagymamáknak a legnagyobb kincs mindig, hogyha a gyermekét fellépni látja. Úgyhogy most nyilvánosan így köszöntöttük kint a téren a családi nap alkalmával az édesanyákat. Itt pedig ebben a könyvtári épületben, mint említettem, hetente kétszer van programunk, a Magyar Nemzeti Levéltárral, illetve a Nemzeti Művelődési Intézettel és a helyi Ludasi Kulturális Iroda együttműködésében van egy nagyon szép pályázatunk, ahol a Bábszínháztól kezdve a múzeumlátogatásokig, a levéltári kollégáknak az előadásáig, szakkörökig nagyon színes programokat tudunk biztosítani, és ennek is nagyon-nagyon örülnek az idősek, fiatalok egyaránt. Úgyhogy mi ezt a közösségi életet szeretnénk még tovább erősíteni. Nagyon boldogan látjuk azt, hogy születnek a babák, tehát bővülünk. Ez lett volna a következő kérdésem, hogy van arra adat vagy kimutatás, hogy a településnek a létszáma hogy alakult az elmúlt években? Igen, hát először a rossz hír, hogy mivel elidősödő település, mint országosan is ez elmondható, sajnos nagyon sok idős honfitársunkat elveszítettük, aki már ilyen 80 és 90 között van. Viszont a jó hír az, hogy folyamatosan születnek a babák. És nyilván ez egyrészt a kormány családbarát politikai intézkedéseinek is köszönhető. A falusi csók akkor itt is működik? A falusi csók nagyon szépen működik, sok család, egyedül az volt az egyetlen lehetőség, hogy a falusi csók révén jutott lakáshoz. És ezt nagyon ügyesen ki is használták. A magyar falus programok is ezt erősítik, hogy például csak a helyi munkahelyeket is itt meg kell említeni, hogy a magyar falus programok keretében az óvoda felújítások, a hivatal felújítások, a majd következő bölcsöde építés, bocsánat, mert nem adjuk fel, a következő lépés a bölcsöde építés lesz. Tehát ez mind-mind kismamáknak, helyi anyukáknak teremt munkahelyet. Hiszen itt szinte minden munkahelyet a szülőkből, az anyukákból, apukákból igyekszünk föltölteni, ami azért egy stabilitást ad egy ludasi családnak nyilván, én úgy gondolom. Akkor rengeteg kitűnő családbarát intézkedésnek azért meg lett az eredmény, mert egy nagyon szép kitüntetést is kapott a település. Igen, a napokban értesültem róla nagy-nagy örömmel, hogy a Heves vármegyei közgyűlés ludas települést a Heves megyei családokért kitüntető díjjal tünteti ki. Hát ez úgy vélem, hogy fantasztikus elismerése annak a befektetett munkának, amit mi a családokért, a gyermekekért teszünk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük ezt, és nagyon büszkén fogjuk ezt a díjat viselni, és az elkövetkező intézkedéseinkkel is igyekszünk megszolgálni, hogy méltók legyünk ehhez a névhez. A civil szervezeteket mennyire kellett újraépíteni, illetve mennyire tudják támogatni őket? Tekintettel arra, hogy itt a közösségi élet nagyon szépen felélett, és szépen merülnek fel az igények mind az idősek, mind a fiatalok részéről a programokra,
Így egy pár héttel, hónappal ezelőtt létrejött egy alapítvány, aminek ez a fő hivatása lesz, hogy azon túl, hogy a gyermekeknek táborokat, ingyenes táborokat biztosít, az időseknek nappali idősek klubja keretében szakköröket, kézműves foglalkozásokat. A sportra is szeretnénk most már végre kiemelt figyelmet fordítani, hiszen eddig nem nagyon voltak a régmúltban gyerekek, tehát nem nagyon volt kinek szervezni ezeket az eseményeket, most már szerencsére van. És ez az alapítvány, akit életre hívtunk, neki lesz a feladata, hogy nyilván az önkormányzattal összefogva és a pályázati lehetőségeket kihasználva ezekben segítsük a település lakosságát, mert hogy én úgy gondolom, hogy így fogunk gyarapodni, így fogunk szívesen közösségbe járni, rendezvényekre menni, és egyáltalán így lesz érdemes itt Budason élni. A másik nagyon fontos civil szervezet, akire mi mindig számítunk, a polgárőrség. Azt is tudni kell, és ezzel sincs egyedül Budas, hogy azért ezek a besúranásos lopások, kábítószer azért már-már mindenhol felüti a fejét. És a polgárőröket támogatni szeretnénk, sajnos kevesen vannak. Az a célunk, hogy toborozzunk minél több fiatalt, hogy lássák be, hogy egyedül nem megy, segítenünk kell egymást a település védelmében is. És én nagyon hálás vagyok a polgárőröknek azért, hogy a rendezvényeinkkel mindig itt vannak és biztosítják a helyszínt, járják a települést a lehetőségeikhez mérten. Viszont itt szükség van még valóban erősítésre, hogy többen legyenek, de azt sem szabad elfelejteni, hogy ezek az emberek a szabadidejüket áldozzák fel, tehát elégedetlenek sem lehetünk, hiszen amíg mi alszunk, addig a polgárőrök járják a falut és vigyázzák az álmainkat, tehát ezért nagy köszönettel tartozunk nekik, és hát ezért szeretnénk támogatni őket és együttműködni velük. És itt a civileknél még szót kell ejtsünk a helyi vállalkozásokról. Ludas abban a helyzetben van, hogy itt nagyon nincsenek nagy vállalkozások, ebből kifolyólag nehéz a helyzet, hiszen iparőrzési adóval sem állunk igazán jól, mint egy város. Nekünk az egyetlen munkai lehetőség, ami ilyen nagyobb és ami bevonza az embereket, a Mátrai erőmű, és ami iparőrzési adó nekünk bejön, az a Mátrai erőműtől jön, egyre csökkenő mértékben, hiszen Aldebről felé megy már el a bányakitermelés, és már nem fogja érinteni Ludast. Viszont ezek a beérkező iparőrzési adók, ezek valójában a hivatalban dolgozó önkormányzati és hivatali alkalmazottak munkabérének a fedezésére szolgálnak. Tehát nem a fejlesztésben tudunk itt gondolkodni, de nagyon köszönjük és nagy segítség nekünk az is, hogy egy kollega fizetését például tudjuk biztosítani egy éven át ebből a segítségből. És itt azért hoztam ezt szóban, hogy viszont kisebb vállalkozóink vannak, nagyok nincsenek, de nagyon hálásak vagyunk azoknak a vállalkozásoknak, akik minden építkezésben, itt két esetben is helyi, ők nyerték a óvoda építésnél, talán az óvoda bővítést, a hivatal felújítását is, és egy nagyon szép munkát tettek az asztalra, és ezek a vállalkozók azért még a pályázaton túl saját erejükhöz mérten támogatják a település életét. Ha nekünk egy gépet ad kölcsön, és nem kell fizetnem érte, vagy ha a saját építkezéséből ad néhány embert egy fűnyírásra, mert hiszen azzal is mindig gond van, hiszen kevesen vagyunk, akkor én azt gondolom, hogy már nagyon hálásak lehetünk ezért. Vagy van egy másik vállalkozó, aki állattenyésztő, a környéken ő a legnagyobb liba tenyésztő, őtőle is nagyon sok segítséget kapunk az állatgondozásban, a földművelésben, hiszen mi nem mintha nem lenne elég dolgunk, de mi még azért gazdálkodó önkormányzat is vagyunk. Működik a Start Minta program, erre is nagyon büszkék vagyunk, hiszen a minisztérium kiválasztott minket, és egyedi mintaprogramot működtethetünk. Húsgalamb tenyésztő program a neve. Már-már feledésbe merülő húsgalamb tenyésztés kapott itt helyet, és keltettük életre azt a régi hagyományt talán, hogy régen, hogyha emlékeznek, a padlások tetején az idősek mindig ott volt a galamb, és ez nem volt egy ritka dolog, hát ma már szinte sehol. És mi belevágtunk, és hál' Istennek a minisztérium ezt értékelte, és folyamatosan megy most már 6. éve ez a program. Ez azért is jó, mert helyben
Igaz, hogy közfoglalkoztatás keretében, de helyben is munkát tudunk adni olyan rászoruló vagy nehezebb helyzetben élő kollégáknak, akinek ezzel azért tudunk segíteni. És hát van egy 20-25 hektár földje az önkormányzatnak, ez is nagy kincs, kevés önkormányzatnak van ilyen még meg. És ott pedig búzát, árpát, az állatok számára mindent, amit lehet, megtermelünk helyben, illetve ha van egy kis plusz, az értékesítésre kerül, és visszaforgatásra ebben a start minta programban. Úgyhogy mi több pilléren állunk, de mivel kis település, falu, ennek én azt gondolom, hogy itt van létjogosultsága. Ha sikeresen túl van a júniusi választásokon, és most beszéljünk a sikerességről van szó, illetve a hangsúly, mi a jövő? Mi a cél? Mi az álom cél? Hát az álom, a nagyon szép álom, hogy folytathatjuk a megkezdett munkát. Hiszen tervünk van bőven, és megkezdett munkánk is van bőven, amihez szükség lenne még arra az időre, hogy mi ezeket be tudjuk fejezni. Nagyon szépen elindultak a magyar falus programok keretében az útfelújítások, járdafelújítások. Mára már 4 út teljesen megújult, 1 járda, illetve a napokban fog elindulni, vagy a hetekben, inkább csak óvatosan fogalmazok, a hetekben másik 4 új nagy útnak a megújítására kaptunk lehetőséget. Ezek már elnyert pályázatok, lezajlott a közbeszerzés, úgyhogy indulni fognak ezek a felújítások. De hát itt is van még tennivalónk, hiszen még legalább egy 4-5 út van, amit mindenképpen fel kell újítanunk, úgyhogy ez lesz az egyik legfőbb cél, illetve a járda. A pályázat nem nagyon volt még eddig járdára, egyetlen egy esetben sikerült ezt a lehetőséget elnyernünk, de azon leszünk, hogyha megjelenik bármilyen pályázat, akkor folytatjuk, mert a járdákkal valóban hiányosságaink vannak, és nagyon fontosnak tartom, hogy az óvodába, iskolába, orvosi rendelőbe, buszmegállóba el lehessen jutni. Tehát tudjuk, hogy van tennivaló, hát ezért szeretnénk ezt folytatni még. És hát ugye itt szennyvízberuházás volt, ez is nagyon fontos, hiszen a házaink értékét óriási mértékben megnövelte. Kis összehasonlítás. Pár évvel, 10 évvel ezelőtt egy ilyen hagyományos kockaház 5-5,5 millió forintért került értékesítésre, nagyon-nagyon sok eladóház volt akkor. Ma már alig lehet találni egy-egy eladóházat, és 27 millió, 25-27, tehát ez óriási. És nyilván itt a szennyvízberuházásnak is azért jelentős hatása láthatóvá vált. Viszont az utainkat azért megrongyolta, azt el kell mondani, ez a szennyvíz beruházás, a csőfektetések, tehát itt ebben van még nekünk tennivalónk. A szociális szövetkezette, mert hogy nekünk itt olyan is van, és a közfoglalkoztatottainkból kerültek ki főállásúvá váló dolgozók, és velük szeretnénk egy beton elem gyártó, térkő gyártó kis üzemet létrehozni. Ez azért lenne jó, mert ha nem lesz pályázat a járdára, viszont már szinte minden megvan ez a beton elem gyártáshoz, akkor ezt helyben a közmunkaprogram keretében, a szociális szövetkezeti program keretében mi meg fogjuk kezdeni. A másik fontos cél, mint mondtam, az idősek. Most nagyon jó, hogy itt van nekünk ez a könyvtár, és ez a művelődési ház, és végre egy rendezvényterem, ahol összejöhetünk, de szeretnénk egy nappali ellátórendszert létrehozni. Jelenleg az abasári kistérséggel együttműködve a szociális gondozóink ezt a napi bevásárlásokat, kisebb vérnyomásmérés, házi munkák, ezekben tudunk segíteni. Viszont igény mutatkozott arra, hogy létrehozzunk egy idősek nappali ellátó intézetét, egy úgymond idősek klubját, ahol nappal is bejönnek, akik egyedül maradtak, sem otthon szomorkodnak, hanem eljönnek, és itt együtt barátkoznak, eltöltik kellemesen az időt, tehát ez is egy nagy célunk. Aztán szeretnénk a továbbiakban is a mezőgazdasági programjainkat folytatni, az iskolát továbbfejleszteni, nyilván itt nagyon szeretnénk, hogyha minél többen választanak ezt a pici kis iskolát, mert bár kicsik vagyunk, de meggyőződésem, hogy sokkal több figyelem, sokkal erősebb figyelem tud egy gyerek felé irányulni egy ilyen kis családi iskolában. Ez már szinte, mint egy kis családi napközi olyan, azért picit kötetlenebb, tehát nagyon-nagyon-nagyon szeretik a gyerekek. Úgyhogy itt mindenképpen ezeket a családbarát fejlesztéseket folyamatosan szeretnénk fenntartani. Aztán, hát ha Jóisten így engedi, akkor én remélem, hogy megerősödve
folytatjuk tovább, mert ez a kampány és ez a mostani év választások előtti időszak nem egyszerű, de én bízom benne, hogy ez a munka, amit mi letettünk az asztalra, és ahogy a falukép megváltozott, és ahogy a közösségi élet felpesdült, én bízom benne, hogy a választóink számára ez elég lesz. Úgyhogy én köszönöm annak, aki bízott bennem, és hát remélem, hogy ezután is lesznek olyanok. Nemrég vesztettem el édesapámat, nekem ő egy hatalmas nagy példakép volt, ő is egy fontos közéleti személyiség volt itt a településen, és annak idején, hogy én polgármesteré lehettem, sokat köszönhettem annak a családi neveltetésnek, amit tőlük kaptam, és mielőtt elbúcsúzott, mondta, hogy ő már nem fogja ezt a választást megérni, de hogy soha ne feledjem el, hogy dolgozni csak becsületesen, szépen, mert becsületesen élni nagyon nehéz, de jó, sok sikert kislánom is lehúnta a szemét. És én ennek a fényében szeretnék tovább dolgozni, hát és én bízom benne, hogy meg tudom mutatni, hogy van még tovább. Nagyon sok sikert kívánok ehhez. Köszönöm szépen. Önöknek köszönöm szépen a figyelmet, legközelebb is tartsanak velünk. Viszontlátásra.